Öcsém, aki 6 éve fiatalabb nálam, megszületett ugye, ott a városmajdi templomba keresztelték, és a fiatal pap, aki később rába elvi, aki keresztelt egy nagyon művel csodatot ember volt, úgyhogy édesanyám kedvén németül keresztelte, édesapám kedvén magyarul keresztelte, és a keresztanya kedvét olaszul keresztelt, és persze mindenfelett még latinul is, akkor még így ez volt az igaz. Hát ez nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy hetekig kereszteltem öcsémet, mindig megismételtem ezeket a gesztusokat, aztán letiltottak meg, úgyhogy majdnem kérdettem a pólyába, szokhatottam a fejletbe. Na ez az első emlékem így az egyházból, ami élő és mások mesélték nekem. És a következő történet az ugye a nagy 40 napos lelki gyakorlatom alatt volt, a kanadai Guelphben. Hát én ugye hozzá kell tennem, hogy értsétek a történetet, hogy én soha nem minisztráltam. Tehát én mindig ott ültem szépen az első padba, iskolában is mindig az első padba ültem, és figyeltem nagyon, de minisztrált, ez eszembe sütött, és nem is kértek fel, hogy jaj. Na és akkor ez a lelki gyakorlaton úgy volt meghirdetve a kanadai jezsuitáknál, hogy fel lehet iratkozni akolitusnak, vagy a minisztrálsnak. És az egyik résztvevő, egy édesanyám, többször édesanyám, fölírt engem. És nem volt bátorságom kiűzni magamat, és akkor jött a nagy pillanat, itt állok én, és oda a másik oldalon áll egy nagy darab fekete, és én fogalmam nem volt, mit csinálok, őt figyeltem, és utánoztam. Mert az egészen nyomtam is a végig, utána sekkestjében azt mondja nekem, hogy jaj, de hogy itt voltál, én egészen figyeltetek, és azt csináltam, mint te. Mondom, hogy? Hát azt mondja, hogy református lelkész vagyok. Na, hát a tökülmény élményem is, meg a figyelem aztán. Én ideig tartok, míg kezdtem valamit jól érezni az oltárt. Van az emberben, Novicsisnak mesélünk azt, hogy mindenki előtt. Főleg, ha nem így nőtt föl faluban, hogy mindig minisztrált ma hajnal órákban, mert jó reggeli kapott a pattól, hogy az oltár másik oldalán állni, az egy olyan special feeling, tehát azért az úgy nem vagy elgondolkozni. És hogy eljön egy pillanat, amikor, és ez nem mindenkinek jön, de nekem eljött, hál' Istennek, hogy az ember szívesen állotta. Mint hogy Pepi bácsi is mindig imponál nekem, hogy akkor lelkesedéssel mondja a dolgot, hogy ez csak így szabad, csak így lehet. És aztán ugye eljött az szentelése időpontja, el is egy nagyon szép kis történet fűződik, de vissza kell ugolnom a noviciátusba, nem a noviciátusba, hanem a skolasztikátusba, a Rómába, a Jezusba. Hát egy nagyon népszerű hely ez a Róma, annyian még sose látogattak meg, mint abban az 5 évben, amikor Rómában voltak. Úgy zarándokba jöttek sorra szépen, és egy szép napon felhív egy kasszai osztálytársam, a Csógerit lánynak, hogy hát itt van a Rómában, és hát szeretne látni, mondom, hogy gyere elvédelni. Jezsuiták, hát ezzel kell tennem, hogy a reálizós édesanyja református volt. Hát mondom, nem vagyunk emberek, gyere csak nyugodtan. Jó, de van két egyetemista felgombó velem. Jöhetnek azok is. Hát mondom, pont három vendéget szabad megint egy ebédre, gyertek. És Uta és Uwe Schulzinak hívták ezt a testvértárt, mint kiderült Freiburgból. És még le sem ültünk, elkezdtek el ostromolni, szokott ilyen kérdésekkel, hogy boszorkányság, meg keresztény boszorkány üldözés, meg mit tudom, meg inkvizíció, meg más ilyen. Tényleg mondtam, gyerek, nem mondjad, hogy ez Róma legjobb spagettia. Mert a szakács nagyon volt, egy nápolyi. Nagyon értett hozzá. Most tessék ízlelni, mint egy imádságba, azt minden zavarát. És most nem foglalkozunk mással. Mondom, majd teologizálunk a levél után. És a levél után elvittem őket sétálva, és a Montecsi Dorinál, a Pallaret mellett van a Herder német kiadónak. Nem értem, hogy a várban tettek. Bementem, és vettem neki két Máté evangéliumát, és az olasz kommunista párt fogozkodott, meg az Unita kiadta külön fizetekbe a 4 evangéliumot, tehát minden evangélium egy fizet volt. Megvettem neki, mondom, hogy ezt elolvassátok, annyi kérdést tettek föl, amelyet akartok, de el kell olvasni.
És egy éve rá, ez volt ugye 95. április 29-én, a Gitta, az osztálytársam férjével és a lányával eljöttek a szentelésre, majd örültem neki is. Hát jókorán érkeztek, úgyhogy körül sétáltuk a Jézus Szíve templomot ott a Nyomóczi kertbe, és hát majd kérdezi tőlem a leányzó, hogy tudod-e milyen nagy ünnep van? Hát mondom, hát persze, hát az én szemes. Nem, sokkal fontosabb. Mondom, mire fontosabb van rám? Hát emlékszel, Ute Schulze-re? Mondom, persze, én volt az, aki engem kínozott ilyen kérdések, hogy így az inkvizíció, így az inkvizíció. Szóval ma keresztelik a Freiburgi Székesegyházba katolikusnak. Hát mondom, ez tényleg megható. Mert Isten, hogy tudja időzíteni a dolgokat? És én tulajdonképpen csak egy mondat akartam mondani, ez egy kicsit kibővítettem ilyen történettel, amit elmondtam már a 10. évfordulón is, sőt elmondtam diakonus szentelés után az első prédikáció, az volt a szokás a jazzunkban, hogy még 11-en voltunk klasszikusokért szenteltek, hogy mindenki egy héten egy reggeli közösségi misébe prédikált, és akkor így eltartott 11 hétére, jó, és olyan jó prédikációkat hallottam előtte, mondom, mit tudok én még mondani, ami újra tett valami, csak azt mondtam nekik, az a kezdtem, emberként boldog ember áll előttetek. Na ez bejött, ez mindenkinek tetszett, hetekig beszéltek volna, és én nektek is csak azt tudom mondani, egy boldog ember áll előttetek. Köszönöm, hogy meghallgatottok, és kérem imáitokat. Nagy jó szokás, hogy megfogalmazhatjuk magunk is a könnyörgéseket, nem kell előre nyomtatottan. Hát én szeretnék mindazokért imádkozni, akik imájukkal, amikor sokszor nem is tudok, lehetővé tették és elősegítették hivatásunkat. Őjöttünk, könyörgünk az Úrhoz. Értéket tarts! És szeretnék imádkozni nagyapámat, a testvérét, aki a bérmalpám volt, és éppen tegnap előtt a Marosvásárhelyen beszélgettünk a bérimádkozásról, és mondták, hogy hát hol találnak egy megfelelő, egyházgyarnak megfelelő bérimádkozást. Hát mondom, hát ez nálunk úgy volt, hogy az a nagy-nagy bátya, nem tudom, hogy ezt magyarul mondani, ez a nagy-nagy testvér volt az én bérimádkozásom, de megbérimádkoztak, és két percen később én voltam bérimádkozásom mellettem áll osztálytársamnak, Harsa Istvánnak, már megint meg Amerikába jött szegény, és nem volt, aki elvállalta volna. Úgyhogy a bérmálkozókért, akik most nagyon izgulnak ott a Márosvásárhelyen, és visszamenőleg is Barsa István, jövök ki, bérmalapja vagyok, valamint hát a nagybátyámért, Hans Meleszkért könyörüljünk az Úrhoz. Kérjünk véget, hallgasson minket! És imádkoznék Ute Schulzért, és testvérét Ubért, hogy ő is megtalálja az Úrhoz az utat, ezért könyörüljünk az Úrhoz. Kérjünk véget, hallgasson minket! És imádkozni szeretnék a név szerint által nem ismert Város Marén papírt, aki lenyűgözött a négy nyelvű keresztelővel. Ő érte, könyörüljünk az Úrhoz. Kérjünk véget, hallgasson minket! És akkor és szeretnék imádkozni Tehnyák Csaba érsekért, aki mint annak idején, mint segédpüspök szentelt engem, és Kellényi Tiba atyáját, aki három évig izgult előtte, valamint Matyasovics Henrikért, aki a kézövető volt, és jobban izgult, mint én. Jöttünk, könyörgünk az Úrhoz. Kérjünk, hallgassunk! És hát imádkozni szeretnék vendégeinkért, valamint a menedzsment vagy itt nem levő tagépviselőt, Hemzseget, az alumnikus vagy Csalmonák, jöttünk, könyörgünk az Úrhoz. Kérjünk, hallgassunk!